Itt a postúránk első hala, ami... Beszítsd meg egy picit! Nagyon picit! Jó. 200... 37. 237 centi. Úristen! Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Ez egy nagyon különleges túra, hiszen egy hegyvidéki víztározó festői környezetében harcsázhattunk úgy, ahogy még előttünk senki. Élveztük az eltöltött idő minden másodpercét. 2023. május 19. történelmi pillanat. Harcsász csapat a Komrán, csónakkal. Legkisebb vendégünk. Azért néhány szóba, hol vagyunk most? Mi nem jártunk be. Hát gondolkoztunk, hogy kijöjjünk, mert ott már nekünk volt benne minden, nem? Benne volt kaja, pia, sátor, hogy egyetlen kijöjjünk. Köszönjük, hogy kijöttek. Na, pakolj! Mit mondod? Út az Államszigetre. Igen. Itt egy kis szalonasütő. Oké. Megérkeztünk a Pilinyi Spiczre. Bevisszük a sali halakat. Sikerült Pestől egészen életbe tartani őket, úgyhogy... Nagyon kell vigyázni, hogy... itt a tábort most kezdjük felállítani. Kérem szépen, itt gyors csöpögtetős kenyér lesz. Otthon összevágva hozzávaló. Összevágva hozzá, kis trükk, hogy érdemes már otthon elkészíteni, mikor éhes a csapat, akkor ilyenre se kell várni. Gyors megoldás, itt a gáztűzhely, alatta melegedik. És akkor szalonna, ugye? Igen, de húzza középre, Tomi. Igen. Halat nem akartok fogni, vagy nem azért értetek mi? Nem azért értünk, láttam, hogy etetlek titeket, valakinek ezt is meg kell csinálni. Én utolsó reggel, úgy következőre is gyertek. Hazamenős kapás, az elég nekem. Sziasztok! Egy két éves álom teljesült, mondhatjuk két éve. Találtuk ki, hogy el szeretnénk jönni. A Komravölgyi víztározóra. A Komravölgyi víztározóra, mert ugye még azt nem is mondtuk, hogy hol vagyunk. Legendákat hallottunk a óriás harcsákról. De hogy hol is vagyunk pontosan, a Pilinyi Spiczen vagyunk. A tó hátsó részén. Gyertek, nézzétek meg velünk madártávlatból, hogy pontosan hol is van ez a hely. Ezúton is szeretnénk megköszönni a lehetőséget a Komra Hasznos Horgász Egyesületnek és külön köszönet Telek Bálintnak, valamint az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek igazgatóságának, aki a csónak használatot engedélyezte. És ahogy már korábban említettük, nagyon izgatottak voltunk, hiszen harcsahorgászként Magyarországon először ülhettünk csónakba a Komravölgyi víztározón. Lekötöttél, Józsi? Én oda vagyok lekötött. Másik oldalt az ágnak a legvégén, az elöntött fás résznél a fűzfabokor alá mentem be. Van egy száraz fenyő, arra kötöttük rá. Ugye az a szerelék csúszón van benne, de kint a vízén megvan hurokkal ütköztetve a száraz fenyőn. Akkor véghoztuk a bokron végig, ilyen jó 400 méterre. De holnap még elhúzok, még láttam, hogy maradt még fönt egy 50 méter zsinór, 20 méter. Ha nem lesz kapásod, egy, mi? Ha nem lesz kapásom, és akkor onnan mögötte van egy nagy bedölt fűszobokor. És elég nagy intenzitás volt ott körülötte. Kis bóklászás. Keresem a helyeket estére, hogy én hova húzok be. A srácok ott a nyílt részt, illetve a másik ágot akarják erőltetni. Igazándiból nekem marad ez a hátsó rész. Sajnos egy kicsit távol van az a leges-leges elárasztott rész. Azt már nem érem el. Jó lett volna hozni 40-es zsinórból egy 500 métert. Azzal talán meg lenne. De van itten egy fűz bokor, illetve ott van még egy. Az a kettő a terv, amit
szépen krok húzni. Hát aztán meglátjuk, még ott horgásznak lent helyiek. Úgyhogy lehet, hogy azt csak este fogom tudni behúzni. Nem tudom, hogy meddig lesznek itt. De maga a környezet az eszméletlen. Olyan kristálytiszta a víz, hogy közel ilyen 1.60-1.70-es átláthatóság van rajta így. Tehát ha lenyomom a kis tapogatót, akkor látom a végét. Úgyhogy eszméletlen jó. Hát itt a parton meg van minden, tölgyes, minden. Hoppá, mindjárt megnézzük, itt valami olajfa. Ezt talán, mindjárt megnézzük a tövét. És ezen a túrán Pistinek egy régi álma teljesült. Három generáció együtt harcsázzon. Nagyapa, fia és unokája. Ja, nagyapa! Cső! Királyság! A generáció! Ő még ne lépjen ott ki! Vedd ki! Hátul a pont, ott van hátul. És akkor most meg ezt megpróbáljuk itt szembe. Meg itt keresünk itt valamit. Én ezt a nagy fát gondoltam itt. Aha, az is jó. Vagy ez a, az a belógó, aha, a galagonya. Meg ez, ez. Figyelj csak, az egy nyírfa. Szerintem ez jó lehet. A Komrahasznosi Horgász Egyesület kezelése alatt álló komravölgyi víztározó a Karancs völgyének festői környezetében található. A hegyvidéki víztározó rendeltetése, hogy vízzel lássa el a környező településeket. A tározó területe közel 50 hektár. A vízpótlást az Ipoly folyó biztosítja, melyből egy föld alatti vezetéken át jut a víz a tározóba. A tóban két levegőztető biztosít oxigéndús vizet, a levegőztetők arról is gondoskodnak, hogy még a leghidegebb teleken se borítsa jégpáncél, a vízterület teljes felületét. Gyertyánfa. Jó, rámegy itt a vízre, ráhajlik ez árnyékot. Árnyékol ez. Van egy 1.60-as víz legalább, nem is húzzuk el nagyon, nem? Nem, hát ugye szerintem egy ilyen 1 méterre maximum a bedőlt fácsak a széléhez. Ja, az ág szélére. Ugye megnézzük. Ugye itt látjátok, kollégák, nézzétek, ez a gyertyánfa teljesen rá van simulva a vízre. Ja, most fönt van egy kicsit a víz is. Szerintem ez itt működik. Az, ennyi, nem is igaz? Kell. Ne is tegyük be. A szakadó zsinór. Mindegyik sokkal beljebb van rakva, próbáljuk meg ezt itt és kint. Meg ez jó is, mert itt van egy ilyen kis. Így van. Kezelugró. Ez ott a B. Ezért szeretjük ezeket a kis okosságokat, mert könnyű. Kis helyen el van. Kis helyen el van, itt volt a, azt hittem már nincs, de itt még a doboz aljába lapult még egy. Józsi, jó, hogy megmondta, hogy felhívta a figyelmemet arra, hogy van nálunk? Hát mondom, valószínű van. Még itt volt egy. Tehát ugye az Auslagen, reflektor rajta, éjszaka csak fel kell kapcsolni a piros fényt, és akkor szenzációsan látjátok. Mi általában ugye 35-ös monókat használunk, a 35-ös monóból. Mivel most a távolság nem olyan nagy, olyan, hát mennyi lehet, olyan 140-150 méter, ahol húzunk,
Én úgy gondolom, hogy elég egy ilyen 15 centis szakító. A trükk, hogy amennyiben úgy érzitek, hogy a szakadó kicsit vastag, akkor kicsit próbáljátok meg kisebb szakítót kötni. Mi is mostanában azt csináljuk, hogy 35 a szakadó, de csak egy ilyen 10-15 centit kötünk. És a sokkal kevesebbet bír, mint hogyha nagyobbat kötnél. Hogy leveszünk innen egy stílusosan egy kis gyertyánt. Köszönöm. Ha itt vagyunk. Ebből levágunk egy ilyen darabot. Ide berakjuk az eresztéket. Oké. Megpróbáljuk lerögzíteni magát a csalihalat egy ilyen 10-15 g-os úrommal. Van rajta csörgő, pici polip, két darab egyes forog. Hogy szeretjük a kárász, tenyeres kárászokat. Szuper. Jó. A gumi, azt ne felejtjétek, a gumi. Amikor vesztek orbit vagy bármilyen rágót, ne dobjátok ki a csomagját, mert akár szenzációs lesz ilyen gumik tárolására. Be tudjátok aromázni. Ezáltal egy pici plusz lehet talán a harcsafogásba. Egy. Másikat pedig ide berakom. Beengedjük magát a halat. Most már meg van tűzve. Ugye a Lauszlágen csúszón van, egy szenzációs környezetben fogjuk felkínálni a csali halat, még azért ellenőrizzük. Szuper! Egy 30-140-es az előke, szerintem több nincs. És... Zéti, kiszeded onnan, egy ilyen pirosat kell keresni, egy ilyen, olyan, mint egy toll. Nincs ellaposabb? Hát? Aha, igen, tökéletes. Hát jó volt. Ez van. Ez már nekünk valaki van, jól fáradt. De itt van fáradt. Jó, fáradt. Hú, de mennyire nyelik, atya úristen, te! És csak kettőt pöccintet, az a baj, hogy víz közt vannak. Jó, ezt beleharapjuk, mert meg fog dögleni többbe. Várjál, mekkora, várjál, mire fies. Tarts magasra, várjál. Ez igen nagy, várjál. Te magasra tarts magasra. Nyugodtan, várjál. Ó, megvan, itt van. Hú, az igen. Ez igen. Hú. Mutasd csak, oda mész mellé, Zéti. Azt az eget. Hú, ezt most már ki kell akasztani, oda szállni. Hát gratulálok! Hát mit éreztél, mikor ezt a halat kihúztad? Hú, az Zéti fogott egy gyönyörű szép pontot a Komra-völgyi víztározón, pikkerbottal, most visszaengedi. Gyerünk, Zétike! Azért lökjük be, Csizma sajnos áttázott, úgyhogy nem tud bemenni a vízbe, így muszáj vagyok neki segíteni. Ügyes vagy amúgy. Várjál, segítek. Elmegy az. Hú, de szépen úszik. Gratulálunk! Jó, sziasztok! Az volt a koncepció, hogy jön a felmelegedés, ennek megfelelően választottunk helyszínt, módszert.
be is húzkodtunk, úgy gondoltuk, hogy jól döntöttünk, és aztán jött az első éjszaka, ami igazándiból teljesen süketségbe telt. Tehát még azt sem mondhatjuk, hogy kapás volt, vagy valami, semmi. Közelünkben nem volt hal, és igazándiból a második napnak a megoldást azt hozta, hogy elkezdtük a tavat feltérképezni, leradarozni, és akkor láttunk meglepő dolgokat, hogy igazándiból a halak még nem ott vannak, ahol mi gondoljuk, hanem igazándiból még a mély részeken. A tározó közel 50%-át sikerült feltérképezni, köztük a Pillinyi Spitz bal és jobb oldalán található két öböl teljes területét. Tudod, hogy mi az, ami legjobban tetszik itt nekem? Mi? Nincs szemét. Nagyon durva, nem? Nincs szemét sehol. Én nem tudom, hogy csinálják a bálinték, de egyáltalán se a horgászhelyeken, se itt az erdőben, ahol sétál. De még egy eldobott sem. Egy nylon zacskót sem látunk. Ez eszméletlen jó. Sziasztok! 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 A fotón nem fogja tovább húzni, majd lehet le kéne szedni róla. Nagyon nagy hal. Nagyon, érzem. Mert esélyem nincs, hogy kitörni a botot. Ez 30 kg. Nézd azt, hogy az volt az. Nagyon nagy, ez volt nagy. Ez 2 méteres, tuti. Ezt higgyétek el, biztos. Hát nézd már, hogy megy. Mi ez a bot, ez nagyon erős. Nem bírom leszedni, bazd meg. Jó, hagyd úgy. Te húzhatod neki nyugodtan, írja a szerpó. Húzod, Babi. Húzzad. Át meg tavarodom. Húzzad neki. Írja. Hát ha csak meg kellett jönni. Valamelyik irányba húzzad, hogy ne a motorra menjünk. Nem, nem kell. Most már jó pont. Gyere. Elenged. Elenged. Fene esélye. Húzd még be a farkát! Farkát húzd még be! Arra hang, húzd még arra! Tomi! Megmondtam, hogy jobb életem van látni. Na jó! Gyerünk gyorsan! Ez a második éjszakánk. Az első éjszaka lutri. És hála jó Istennek! Közel 36-40 óra alatt sikerült. Egyetlen egy kapással ezt a gyönyörű szép halat. Megmozgattam az úszót. Tudod, mit csináltam? Láttam, hogy ekkora csíkok voltak a izén a radaron. Ilyenek, mint a hüvelykujjam. És a kezemből így húztak, és nem tudom, hogy mi folyamatosan volt. Hát azért is akkor még hátulunk. Megmentettük a túrát. És ez nem első, nem második. Jó, hát nem kell neki mindent tudni. Hát nem kell mindent tudni. Na, Balázs, menjél be a vízbe, vagy menjünk be a vízbe. Először is megérdemeltél. Balázs, fogd a fejét. Brutális választás, brutális harcsa.
Magyarország egyik legnagyobb harcsákkal rendelkező vizén a Komra-völgyi víztározó. Mondhatjuk, hogy egy álom teljesült, igaz? Erre vártunk! Ezért jöttünk. Na. Jó lesz? Ide is. Jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Gondoltuk, hogy néhány gondolatba összefoglaljuk a túránkat itt a Komra-völgyi víztározón. Ha valaki szereti a nehéz pecát, mert azért itt a körülmények azért megnehezítik a horgászatot, akár a helyi horgászrend, illetve hát maga a természet. Tehát ha szereti a kihívást, viszont cserébe hatalmas, óriási nagy harcsákat lehet fogni, akkor tudjuk ajánlani ezt a vizet. De meló nélkül itt sem működik, tehát hogy itt hát is azért... Itt rengeteg munkát kell beletenni, már sokszor maga a becuccolás is, egy ilyen időjárási viszony között, mint ami most is volt, óriási esőzés volt, és így hatalmas sár van. Tehát végül ugye csizmás volt a horgászat, gumicsizmás volt. Ugye maga a becuccolás is ezáltal körülményes. Úgyhogy itt a helyi horgászoknak is meg kell küzdeni állandóan a fogásért. A fogásért, az elemekkel, meg magával a tározónak a szélsőségeivel. Úgyhogy egy nagyon jó peca volt, mondhatjuk azt, hogy nagyon jól éreztük magunkat. Úgyhogy nézzétek a következő videót is. Torzulnak a botok. Sziasztok! Sziasztok. Maga a rendszer az egy olyan, hogy egy óriási teljesítmény csavar kompresszor nyomja befelé a levegőt a vízbe, ezáltal forgatják, csinálják az áramlatot, és ezáltal lesz tiszta, nem algásodik úgy, ezzel biztosítják a tiszta vizet a tározóban. Illetve télen sem fagy be, óriási itt, ahogy írják a csavar kompresszornak a levegőszállítását, az 3700 liter per perc, ami 4 IBC tartály kb. Úgyhogy óriási mennyiség, és amint lehet látni, nem tudom a kamera mennyire fogja visszaadni, ott van a két levegőztető, ami folyamatosan keringteti a vizet a tározóban. A stratégiai vízkészlete Nógrád megyének, a Komra-völgy. Mögöttünk láthatjátok magát a tározót, ide kaptunk egy 2 napos engedélycsónak használattal, a hátsó részt fogunk horgászni, a Pilinyőből is részeit. Még egyszer köszönjük az ERV ZRT-nek a lehetőséget, és torzuljanak a botok. Sziasztok! Figyelj, gyere! Valamit ott a fűszfánál látok. Várjál, megyek én is. Mozgás?